Solnai Gábor vagyok, szép napot kívánok mindenkinek, a Home Office-ból jelentkezem. Én az Unión biztosítónál az egészségbiztosítási üzletágat vezetem, és mintegy hete Home Office-ba vonultam önkéntesen, mert hogy pont amikor Európában bejelentették hogy a koronavírus járványnak a terjedését, akkor mi külföldön voltunk, és amikor hazatértem, akkor egyeztetve a cég vezetőségével, onnantól kezdve itthonról dolgozom, ez pont ma éppen egy hete zajlik. Azóta persze mi a vállalatnál ugyanúgy komolyan vettük a figyelmeztetéseket, és felmértük a lehetőségeket, és kialakítottuk az otthoni munkavégzést a kollégáink szinte 100%-a számára, és tényleg csak a minimális szükséges létszám az, akinek bizonyos okokból esetleg be kell menni a vállalatba, de gyakorlatilag otthonról dolgozik az egész vállalat, fenntartva a működését, és digitalizálva, elektronizálva az összes megbeszélést, illetve az egyéb tevékenységeket, e-mailel tartjuk egymással a kapcsolatot, telefonon, különböző elektronikus technikákkal. Ami a tapasztalat, és erről fogok ma önöknek beszélni, az az, hogy ez a home office, ez azért nem olyan nagyon egyszerű. Ennek sokféle eleme van, igyekszem végigvenni néhány fontos szempontot, hogy hogyan tudunk ehhez minél jobban alkalmazkodni, hogyan tudjuk ezt menedzselni, ezt a tevékenységet, hogy minél hatékonyabbak legyünk, dolgozzunk is, a családunkkal is legyünk, próbáljunk egészségesek maradni, és próbáljunk alkalmazkodni ehhez a járványügyi helyzethez, hogy vigyázzunk magunkra, családunkra és embertársainkra. Témánként venném végig az elemeket. Első témám az a személyes higiéné. Hát erről elég sokat hallunk mostanában. Ja, még annyit nem mondtam, hogy én végzettségem tekintetében orvos vagyok, tehát viszonylag közel áll hozzám ez a téma. Igyekszem tájékozódni minden hiteles fórumon, leginkább az orvosi fórumokon, külföldi fórumokon, hogy hogyan lehet kezelni ezt a helyzetet, illetve mi történik a nagyvilágban. Az egyes téma az a személyes higiéné. Én nagyon örülök neki, hogy mostanában sokkal nagyobb hangsúly fektetődik erre a személyes higiéné kérdésre, és például megtanítják az embereket kezet mosni. Ez hosszú távon is hasznos lesz számunkra. A helyes kézmosásnak a mikéntjét most már YouTube videókon és egyéb médiumokon lehet tapasztalni, látni. Azért még mindig nem olyan, mint egy orvosi bemosatkodás, de látjuk, hogy nem elég az, hogy csak a csap alá tartjuk a kezünket néhány másodperc és kicsit beszappanozzuk, hanem ezt tényleg alaposan és szabatosan kell csinálni. A második eleme a személyes higiénének az az, hogy amint, hogyha az ember kimegy, mert időnként muszáj kimenni például bevásárolni, és ott megfogdos dolgokat, akkor utána az az első dolog, hogy hazajön, kezet mos, kézfertőtlenítőt használ, tehát próbál egy olyan folyamatos tisztaságot tartani a saját élő környezetében, amit a kinti mozgás miatt muszáj fenntartani. Jó az, hogyha itthon vagyunk, akkor azért a higiénét és a környezetünk rendjét is szeretjük fenntartani, tehát a lakásban ilyenkor sokat igyekszünk takarítani, szellőztetni, elpakolni a ruhákat, azokat a ruhákat, amiről azt gondoljuk, hogy esetleg amikor kint tartózkodtunk, akkor rajtunk volt, és bármilyen érintkezéssel kapcsolatba kerülhetett, azokat gyakrabban mossuk, ezeket a ruhákat tegyük külön műanyagzsákba. Nyilván a forró víz, a meleg víz, a szappan, a mosószer gyakorlatilag fertőtleníti ezeket a ruháinkat, tehát ennél nagyobb körültekintést talán nincs is szükség. A második, ugye, amiről az előbb már érintőlegesen beszéltem, az a környezeti rend és tisztaság volt, tehát a szellőztetés, még egyszer mondom, nagyon fontos. Ugye ezek a vírusok sajnos a levegőben és a tárgyakon is akár órákig, akár napokig elérhetnek, úgyhogy amit tudunk, az otthonunkban is gyakrabban tisztítsunk, fertőtlenítsünk, megfelelő szerekkel kezeljük, de nyilván nem kell túlzásokba esni, tehát nem kell egész nap a hipós vízben áztatni a kezeinket, meg a ruháinkat, de igyekezzünk jobban odafigyelni a takarításra, és ez különösen nem könnyű akkor, amikor az egész család otthon van, és gyakorlatilag mindenki jön-megy a lakásban egy viszonylag kis térben.
A harmadik dolog az a kinti tartózkodás. Erről már elég sokat beszéltünk, hát ettől tartózkodjunk. Tehát ne tartózkodjunk kint. A home office, illetve a karantén, tehát amit ugye még nem hirdettek, vagyis a karantén, amit már az emberek önkéntesen vállalnak, de a kijárási tilalom, amit még nem hirdettek ki, de elképzelhető, hogy egyszerűen ki fogják hirdetni, az arról szól, hogy otthon a négy fal között kell lenni. Tehát ez nem engedi meg azt, hogy találkozzunk a barátokkal, elmenjünk az étterembe, a gyerekeket közösen vigyük ki a játszótérre, és bandázzunk akár a szórakozó helyeken. Tehát ezektől mind-mind tartózkodni kell, még akkor is, hogyha fiatalok vagyunk, és azt gondoljuk, hogy ez a vírus ránk nem ártalmas, ami persze nem igaz, mert mindenkire veszélyes lehet ez a vírus. Éppen ezért mindenki, amennyire lehet, maradjon otthon. Ugye rengeteg kezdeményezés van az interneten, hallunk erről híreket, látunk e-maileket, hogy maradj otthon, ezzel vigyázol magadra, a családodra, a szüleidre, nagyszüleidre, és mások hozzátartozóira, illetve az idősekre. Nem csak az időseknek kell otthon maradni, ugye mostanában a Facebookon és egyéb közösségi médiákon jönnek a hírek, hogy mert az idősek az utcán vannak, igen, ez sem jó. Nyilván vannak olyan idősek, akik nem tudják megoldani a saját ellátásukat, egyedül élnek, tehát nekik valamilyen értelemben néha muszáj kimenni az utcára, legalább a boltba vagy a patikába, de természetesen segítsünk nekik, illetve segítsenek a segítenek az önkormányzatok, a szociális munkások, de mi is tudunk a szomszédainknak segíteni, hogy minél kevesebbet tartózkodjanak kint az idősek is. De nem elég őket hazaküldeni, hanem saját magunkat is haza kell küldeni, mert hogyha mi kimegyünk az utcára, és akár tünetmentesen átesünk ezen a vírusfertőzésen, akkor nyugodtan a boltban vagy a patikában sajnos átadhatjuk ezt a vírust, akár veszélyeztetett korosztályoknak is. A kinti tartózkodás vonatkozásában fontos a mozgás, ugye sokkal mondják, hogy szép az idő, kimegyünk sétálni, kimegyünk futni. Igazából ez sem ajánlott most. Persze, hogyha valaki olyan helyen lakik, vagy olyan erdőszélen, vagy olyan kis településen, vagy olyan nagyobb településen, ahol el tud menni, ahol tényleg szeparáltan tud esetleg mozogni, vagy erdőt járni, akkor az nyilván, ameddig nincsen kijárási tilalom, ez működhet, de nagyon kell figyelni arra, hogy azért a levegőben is ez a kórokozó, ez életben marad, tehát ha én elfutok valaki mellett, akkor lehet, hogy az általam kilégzett levegőből ő beszippant egy nagyot, és már is vírusfertőzést okoztam neki, amit nem szeretnék. A negyedik dolog, az ugye most térjünk rá a home office-ra, az otthoni munkarend. Azt tapasztaltam itt az elmúlt néhány napban, hogy tulajdonképpen elkezdtem túldolgozni. Reggel én korán kelek, bekapcsolom a gépet, akkor letöltöm az e-maileket, elkezdek válaszolni, elkezdek anyagokat olvasgatni, és azt veszem észre, hogy gyakorlatilag délelőtt 10-re már a munkanapon felét ledolgoztam, akkor tartok egy kis szünetet, akkor jön 4-5 telefon, délután a meetingek, és tulajdonképpen bele sodródik az ember óvatatlanul is egy olyan munkarendbe, amit tulajdonképpen a hétköznapok során nem végezne, hiszen akkor 9-re bemegyünk az irodába, és 5-ig, fél 6-ig, 6-ig, mikor, meddig az ember ott dolgozik, és azért az mégiscsak egy belátható, van eleje, meg van vége. Tehát amennyiben lehetséges, akkor a home office-t a vállalatok által elrendelt munkarendben tartsuk be, van, amikor ez egy korábbi kezdést jelent, valamikor egy későbbi kezdés, nyilván vannak online meetingek, online tárgyalások, de ezt a munkarendet érdemes mindenképpen olyan módon kezelni, mint hogyha bent dolgoznánk a munkahelyen, hiszen otthon miért is ülnénk többet a gép előtt, miért is kellene nekünk többet dolgozni időben, mint amit egyébként dolgoznánk, ha dolgoznánk bent a munkahelyenken. Ami érdekes ugye a home office-nál, hogy hát itt különböző eszközöket használunk, ezeket mind meg kell tanulni, egyik ilyen csatlakozási metodikával működik, másik olyannal, ráadásul időnként kábelek kekszekuszasságán keresztül vergődni, mert töltjük a mobiltelefon, töltjük a tabletet, töltjük a notebookot, akkor az egyik a másikkal néha összeakad, szinkronizál, tehát ez mindenképpen egy tanulási folyamat, mire megtanuljuk használni ezeket az eszközöket. Egyébként ugye itt áttérve egy kicsit az ötödik témára, a családra is, ugye az sem mindegy, hogy egy családban vannak-e gyerekek, akár kiskorú gyerekek, akik éppen ugyanígy, csak hát nem, nekik nem home office, hanem távoktatásnak hívják, távoktatási rendszerben vannak. Ez nekik azt jelenti, hogy ők délelőtt
reggel 9-kor becsatlakoznak, és utána délig egyik, melyik iskolába, hogy csinálják folyamatosan a munkájukat. Ehhez eleve kell infrastruktúra, tehát annyi számítógép, ahány személy van a családban, plusz a szülő gyakran délelőtt nem tud a saját munkájával foglalkozni, hiszen a gyerekkel van elfoglalva, a gyereknek segít ugye a technikai részletekbe, illetve egyáltalán alkalmazkodni ehhez a környezethez. És akkor képzeljük el, hogy 4 számítógép, 4 darab kábel minimum a családi asztal körül, és akkor különböző hang és különböző videójelek jönnek, mennek, szóval azért ez egy bonyolult dolog. Azt gondolom tehát, hogy a home office-t úgy lehet a legjobban működtetni, hogyha valaki ezt előre megtervezi, szépen minden napját, tehát akár a hétvégén elgondolkodik, hogy melyik nap mit fogok csinálni, melyik anyagot fogom megnézni, azt kivel fogom egyeztetni, mikor lesznek meetingjeim, mikor kezdem a munkát, mikor fejezem be a munkát. Nyilván itt is előfordulhat, hogy valami akut dolog van, és akkor tovább kell valamit csinálni, de itt a pontos tervezés az mindenképpen egy alapja annak, hogy a végén ez a munka hatékony legyen. Nyilván a vállalatok elvárják ilyenkor a munkavállalóktól, hogy ezt a munkát dokumentálják is, tehát hogy legyen valami fajta követése ennek, hogy akkor későbbiekben mindenki be tudjon arról számolni, hogy pontosan mit is csinált. Ugye könnyű egy home office-ba belecsúszni a túlmunkába is, amit az előbb említettem, de könnyű egy picit ellazázni is, mert ahol még alszom egy kicsit, még akkor fáradt vagyok, akkor még nem is kezdem el a munkát, úgyse látja senki, majd 10-kor, 11-kor, és a végén ki fog jönni a nap végé, hogy tulajdonképp napi 1-2 óra munka volt, hogy van 1-2 olyan nap, amikor nem is csináltunk semmit. Hát, hogyha az ember ilyenbe megy, akkor inkább menjen szabadságra. Család. Ugye nálam ez személy szerint ez egy egyszerű dolog, mert mi ketten élünk egy lakásban, tehát, de már itt is észreveszem, hogy a párom, amikor sokat telefonálok, akkor már látom rajta, hogy őt is zavarja, mert ő is végezni a saját dolgát, saját munkáján, tehát ilyenkor el kell vonulni, mert a telefonálást azt nem lehet halkan végezni, azt hangosan tudja az ember csak végezni, de amikor egy nap telefonálok 2-3 órát, mert éppen olyan van, hogy telefonon vagy online kommunikációval megy valami, akkor érdemes fülhallgatót használni, két okból is egyébként, az egyik az, hogy ne a fülünknél tartsuk folyamatosan a mobiltelefont, hanem inkább kihangosítóval működjünk, illetve vonuljunk félre, hogyha van terasz, menjünk ki arra, hogyha van egy kert, akkor oda nyugodtan kimertünk. Nem is baj az, hogyha telefonálás közben sétálgatunk kicsit föl alá, mert az egyben meg is mozgat minket az egész napos ücsörgéstől. Úgyhogy mindenképpen azt javasolnám, hogy ez a telefonálás ez egy szeparált dolog legyen, egyébként ez a munkahelyeken is így illik, és így szokták javasolni, hogy aki telefonál, az ne az Open Office térbe telefonáljon, hanem menjen be egy tárgyalóban, hát otthon is ezt próbáljuk megvalósítani. A családra visszatérve, ugye nagyon nehéz azoknak a szülőknek most, akiknek ugye 2-3 akár gyermekük van, és egyszerre kell az iskolában is helytállni, és a szülőknek ebben segíteni. Általában az a tapasztalat, hogy ilyenkor a szülők vagy korán reggel tudják a saját munkájukat egy néhány órában végezni, még a gyerekek még alszanak, vagy pedig délután folyamán esetleg este, de ugye akkor gyerekeket, akik amúgy is a mozgásaikban most korlátozva vannak, szintén le kell kötni, tehát itt érdemes esetleg a munkahelyeknek átgondolni, hogy a kisgyerekes anyáknak itt munka időcsökkentést engedélyezni, vagy valamilyen átmeneti megoldást alkalmazni, mert egyszer lehetetlen a napi 8 órát ledolgozni 2 élénk gyerek mellett, akinek hol tanulni kell, hol játszani kell vele, hol a leckét kell írni, úgyhogy ez egy megfontolásra ajánlott dolog. Ez egy nagyon nagy kihívás azoknak a családoknak, akik ráadásul nem túl nagy térben laknak, tehát akik nem családi házban élnek például. Ott is kihívás, csak ott a délután során, hogyha jó az idő, akkor gyerekek ki tudnak menni a kertbe. Testmozgás. Na hát ez az egyik legneurologikusabb pont, hiszen ki nem nagyon mehetünk, ezért a testmozgást valahogy házon belül kellene végezni. Hát ilyenkor persze az idősebbeknél előkerülhetnek a Béres Ica vagy Jane Fonda videók, de hát ezeket már ugye nem mindig lehet az eszközökkel lejátszani, ezért inkább javaslom azt, hogy a YouTube-on tájékozódjunk, és keressünk olyan eszközöket, olyan megoldásokat, mint például nekünk is az Uniónnál van a Fitpuli, aki kifejezetten az Office Gym, most Home Office Gym modulra változtatta, és ez most az YouTube-on megtalálható és nézhető Béres Alexandra segítségével, és kiváló otthoni gyakorlatokat mutatnak nekünk, amivel ellazíthatjuk az izmainkat, kicsit megerősíthetjük magunkat, a nyakunkat, ugye nagyon érdekes, hogy az ember ül egy fotelben, akár vagy egy asztalnál, talán az javasoltam, és hát persze elgémberedik a nyaka, a válla, a karjai, a lába ugye folyamatosan lóg, tehát ezt mindenképpen napi szinten át kell mozgassuk, akár ilyen
ilyen kis smart mozgásokkal, de akár komolyabb edzéseket is lehet otthon végezni. 2 négyzetméteren a jóga gyakorlatoktól kezdve a statikus tartáson át a klasszikus négyütemű fekvőtámasz, vagy sima fekvőtámasz, felülése, guggolások, ezek mind-mind végezhetők otthon, de ezt is be kell tervezni a napunkba. Én azt gondolom, hogy a home office-ba ez például kiválóan belefér napközben is, fél óra testmozgás, utána egy gyors zuhany, és sokkal könnyebben fog menni a munka a későbbiekben. Egyébként hetente legalább 150 percet, azaz mondjuk körülbelül napi fél órát, egy-két nap kihagyással mozogjunk, és lényeg az, hogy a mozgás azért vezessen el az izzadásig, úgyhogy ennek nyilván célszerű a nagyszoba, vagy a terasz, vagy valami olyan helyet választani, ahol másokat nem zavarunk, és egyeztetni az időt, akár a párunkkal is, vagy a gyerekekkel is közösen lehet tornázni, és akkor ezt mindenképpen ajánlott követni, mert azért úgy, hogy most nem járunk se edzőterembe, se futni kinn a szabadba, se nem kerékpározni, úgy hamar el tudunk testperni, és az meg melegágy az elhízásnak. Ezzel át is vezetném a táplálkozásra a témát. Hát erre oda kell figyelni bizony, mert hogyha otthon ülünk, és már ott van a hűtő viszonylag közel, meg egy csomó nasi van, mert azt már betárasztunk, meg korábban bevásároltunk, akkor azokat könnyen elkezdjük elfogyasztani. Tudni kell, hogy az ülő munka egy eleve is, meg az otthonülés, az ugye kevesebb kalóriát éget, mint hogyha az ember jönne, menne a napi hétköznapi rutinban, tehát legalább egy 10-20%-kal kevesebb kalóriát fogunk égetni a szervezetünkkel, ezért ezt a kalóriamennyiséget a bevitelnél is figyelembe kell venni, mert ha ugyanannyit eszünk, meg ugyanannyit nasizunk, mint egyéb hétköznapokon, akkor szépen apránként 2 hetente egy-egy kilócska föl fog csúszni, és hogyha sokáig tart ez a járványügyi helyzet, akkor bizony, amikor vége lesz, és újra kimegyünk az utcára, akkor nem fogunk tetszeni magunknak. Úgyhogy mindenkinek azt ajánlom, hogy nagyon-nagyon-nagyon figyeljen oda arra, hogy mit eszik, milyen ételt eszik, illetve hogy abból mennyiségeket miért eszik, mert kevesebbre lesz szükségünk, meg az otthoni mozgás mellett is. Hát ugye itt persze óhatatlanul előjön a bevásárlás, hogy mit és mikor lehet kapni. Én azt gondolom, hogy azért igazi nagy ellátási zavarok nem várhatók, mert az ellátási láncokat igyekszik fenntartani a kormányzat is, illetve a nagyvállalatok. Nem érdemes pályzolni, mert gyakorlatilag annyi étel van és annyi féle étel van, hogy egy kicsit elgondolkodva, előre gondolkodva az igenis lehet tervezni. Nyilván a mélyhűtők sok családnál már fel vannak töltve. Itt fontos az, hogy minél, ahogy említettem is, minél kevesebb időt töltsünk a bevásárlással, mindenképpen csináljunk bevásárlólistát, próbáljunk egészségesebb tápanyagokat beszerezni, ugye zöldségeket, gyümölcsöket most már lassan lehet kapni, és ezekből próbáljuk összeállítani magunk és a gyermekeink számára is az egészségesebb étrendet. És végül egy picit a relaxációról. A relaxáció az mindenkinek szüksége van napi én időre, arra, hogy egy picit elvonulva legalább egy negyed órát, fél órát saját magával foglalkozzon, és ez ne csak a fürdőszoba legyen, hanem le tudjon pihenni, akár elvégezzen egy-két jóga gyakorlatot, vagy éppen csak egy kicsit, egy fél órát feküdjön és olvasson úgy, hogy ne a többiekkel ne feltétlen találkozzon. Ezt meg kell teremteni ezekben az időkben is, ezt is akár a család valamilyen módon beoszthatja, ha valakinek kertje van, akkor ott csak kiül a hintaágyba, vagy kiül a székre, és egy kicsit mered maga elé, ez már önmagában egy relaxációs lehetőség, de mindenképpen a napi stresszt, a napi munkát, ami ugyanúgy zajlik és megy, azt érdemes levezetni valamilyen relaxációs módon, légzőgyakorlatokkal, akár egy kis sport is számíthat aktív relaxációnak, de leginkább a pihenés és annak a jó minősége. Kiemelten fontos a jó alvás, tehát ezekben az időszakokban az alvás is ugye erősíti az immunrendszert, vagy az egészséges táplálkozás és a mozgás is. Nyilván örök recept nincs, hogy most akkor az immunrendszerünk mitől és mennyire erős, de ezeket bebizonyították már, hogyha ezeket a dolgokat rendszeresen végezzük, ilyen időszakban vagy más időszakban, akkor ezt meg tudjuk csinálni. Összefoglalva tehát mi itt az Uniónnál egy One Life koncepció mentén megyünk, ezt ugye a HR-fesztes látogatók már tapasztalhatták, egy életünk van, amit most éppen egy helyen is kell leélnünk, és ezt egy darabig, reméljük, hogy nem nagyon hosszú ideig, de akár hónapokig, és ez a hely, ez a lakhelyünk, és ezt a lakhelyünket kell egyszerre felkészíteni többféle funkcióra. Pihenésre, étkezésre, családi programokra, relaxációra, munkára, tehát valahogyan ennek a tervezését kell megteremteni, hogyha ezt meg tudjuk jól tervezni, akkor fog menni ez az egész, és ki fogjuk bírni mind lelkileg, mind mentálisan, mind pszichésen ezt a nehéz időszakot, és mindemellett ugye
felelősségünk, közös felelősségünk, hogy figyeljünk egymásra, magunkra, családunkra, munkatársainkra. Egy dolgot még kiemelnék, a kapcsolattartást, ahogy most is tesszük, gyakorlatilag az online eszközök mindenféle lehetőséget biztosítanak arra, hogy a barátainkkal, munkatársainkkal, családunkkal tartsuk a kapcsolatot, már a nagymamák is akár tudnak videócsetelni, úgyhogy mindenképpen javasoljuk, hogy a személyes találkozó helyett menjen az online világ, és akkor megtanulva ezeket a technikákat, későbbiekben is ezt remekül tudjuk alkalmazni. Köszönöm szépen a figyelmet, igazából én ennyit szerettem volna most mondani, és mindenkinek egészséget, biztonságot, és ennek a nehéz időszaknak a sikeres menedzselését kívánom. Viszontlátásra!